Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Együttműködési megállapodást kötött 13 sportszervezettel a Kecskeméti Neumann János Egyetem nemrégiben. Az együttműködés hátteréről dr. Habil Fülöp Tamás rektor úr beszélt. Végre a sport esetében is bekövetkezik az, amire nagyon-nagyon régóta vártunk, egy olyan együttműködési megállapodás sorozat aláírása, ami a térségben működő sportszakmai szervezetekkel kapcsolatos. Évről évre számos új együttműködési megállapodást köt egyetemünk Kecskemét és a térség ipari, gazdasági és kulturális szereplőivel, nagyvállalataival, oktatási intézményeivel, a felsőoktatás, a tudomány és a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Azonban egyszerre egy helyen ilyen nagyszámú megállapodás aláírására még nem volt példa egyetemünk életében. Egyetemünk célja, hogy a térség igényeihez igazodva ne csupán egy klasszikus értelemben vett felsőoktatási intézmény legyen, hanem régiós szinten is az ipar, a gazdaság, a társadalom és a hétköznapok alakítójává is váljon, és ebbe a sorba kapcsolódnak be az oktatáshoz közvetett módon csatlakozó különböző szakmai területek is, úgy mint a sport, a kultúra, vagy az úgynevezett harmadik missziós tevékenységek. Természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy komoly hagyományai vannak egyetemünk jogelőd intézményeinek a felsőoktatási sport terén, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a sportnak, a sportcsapatok működésének nem csak a közösségre, az életmódunkra és a felfogásunkra is van jelentős hatása, de rendelkezik egy nagyon-nagyon fontos régiós megtartó erővel is. Az eredmények egyértelműen azt igazolják, hogy a Kecskeméten és a város környezetében működő sportszervezetek, sportegyesületek kiemelkedő utánpótlás képzést végeznek, de mindannyiuknak szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy fiatal sportolókat, a sportoló fiatalokat rendkívül nehéz a középiskolai tanulmányokat követően itt a térségünkben tartani. Mindez pedig regionális versenytársainkkal szemben bizony versenyhátrányt eredményezhet városunk és a térség számára is. Mindezek mellett pedig felelősséget kell vállalnunk azokért a helyi fiatalokért, akik karrierjük során a versenyszerű sportot kénytelenek lesznek esetleg idejekorán abbahagyni, vagy szeretnének sportolói pályájuk lezárását követően egy másik karriert is építeni. Ezért is fontos, hogy a sportoló fiatalok számára a kettős életpálya lehetőségét, a sport és a diplomaszerzést egyszerre tudjuk itt ebben a térségben is kínálni. A mai együttműködés egy hosszú távú együttgondolkodás következő lépése, hiszen szinte minden jelenlévő egyesülettel több évre, vagy akár évtizedre is visszanyúló partneri kapcsolata van az intézményünknek. Egyetemünk azonban szeretne egy mindenki számára, így a sportegyesületek számára is kiszámítható, stabil tényező lenni a térségben. Ennek érdekében pedig a mai nap aláírásra kerülő megállapodást 2028. június 30-áig szeretnénk a jelenlévő sportszervezetekkel megkötni. Azokkal a célokkal és vállalásokkal, amit meghatároztunk magunk számára is az együttműködési megállapodásban, hatalmas felelősséget vettünk magunkra, de hiszünk benne, hogy csak magasra emelt elvárásokkal, kiemelkedő célokkal érdemes gondolkozni a felsőoktatás területén. Ennek pedig kulcsa a tehetségek felismerése, a kiválóság elismerése és a hiteles, kiszámítható és emberközpontú egyetemi környezet. Az elmúlt évek következetes és kitartó építő munkájának köszönhetően egyetemünk egyre jelentősebb sikereket ért el az egyetemi sport, az egyetemi csapatsportok vagy az egyéni sportok, valamint a sportesemények szervezése terén is. Mindinkább felkerült Kecskemét az egyetemi sport országos és nemzetközi térképére. Talán elég csak azt említeni, hogy a Neumann János Egyetem korábban soha nem vett még részt egyetemi világ vagy Európa bajnokságon. Nos, erre az útra az elmúlt két évben Laszák Lilla uszonyos úszó, Németh Mátyás atléta és Ócsai Sándor judós hallgatónk repítette először egyetemünket. És bizony olyanra sem volt még példa az egyetemi és főiskolai bajnokságok történetében, hogy a Neumann János Egyetem által indított 5 csapatsport közül 4-ben reális esélyünk legyen arra, hogy az ország legjobb 8 egyeteme közé kerüljünk. Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy férfi röplabdásaink és férfi kézilabdásaink már kiharcolták ezt a lehetőséget, de tudnunk kell azt is, hogy ezeknek a sikereknek a hátterében kiváló utánpótlás képzést végző sportszervezetek meghatározó és döntő szerepet vállalnak. Éppen ezért hisszük, hogy a hatalmas potenciál rejlik a sportterén is a közös, térségi gondolkodásban, és hisszük, hogy együtt, közösen hozzá tudunk járulni ahhoz,
hogy a helyi sportcsapatok képesek legyenek minél nagyobb számban megtartani tehetségeiket, és nyilván így közös sikereinket növelni. Ezért közös érdekünk, hogy hosszú évek kemény edzői, sportszervezői munkájának eredményeit, tehetséges fiatal sportolóinkat ne például Debrecenben, budapesti, pécsi, szegedi egyesületekben kelljen látnunk majd sportkarrierjük további építése során. Tartsuk meg a fiatalokat, a sportsikerek mellett az elmúlt évek során a sportdiplomáciában is erősödött egyetemünk. Az Európai Egyetemi Sportszövetség 2023. október 13-i közgyűlésén a szövetség társult tagjává fogadták a Neumann János Egyetemet, tavaly november 29-én pedig a Magyar Olimpiai Bizottság kettős karrier programjának partner intézményévé is váltunk. Az előző évben átadásra került a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének köszönhetően megvalósult két kültéri kosárlabdapályánk, és egyetemünk 10. alkalommal adott otthont a fél évszázados hagyományait ünneplő 50. műszaki felsőoktatási sportnapok kiemelt multisport eseményének is. A jubileumi évben, a rendezvényen, itt Kecskeméten, 7 felsőoktatási intézmény közül vagy közel 300 hallgatója és tanára vett részt. Mindezek mellett elkészült egyetemünk sportstratégiája, elsősorban a sportközpontunk vezetőjének Járdi Ádámnak köszönhetően, amelynek szerves részévé vált a versenysportok mellett a szabadidősport és az egészségmegőrzés is. Mindezek arra ösztönöznek bennünket, hogy tovább szélesítsük a sportban, a sportolásban, a sport együttműködésekben rejlő lehetőségeket. A Kecskeméti Egyetem rektorát, dr. Habil Fülöp Tamást hallották, és a sportos együttműködésekről János István sportért felelős tanácsnok is elárulta a gondolatait. Örülök, hogy rektor úr emegette az egyetem sport életét, a sport eredményeket. Valóban azon túlmenően, hogy az ország egyetemi sport életének a térképére is felkerült, amellett azt is el kell, hogy mondjuk, hogy, és ez már évtizedek óta igaz, hogy az egyetem, illetve a jogelőd intézmények, a kecskeméti felsőoktatási intézmények eddig is az elmúlt években és az elmúlt évtizedekben is komoly sikereket értek el, és részesei a kecskeméti sportéletnek. Tehát a kecskeméti sportélet elképzelhetetlen most már az utóbbi évtizedek óta a főiskolai felsőoktatási intézmények sporttevékenysége nélkül. A magam módján azt gondolom, hogy ez egy teljesen egyedi és egy különleges lehetőség. Lehetőség az egyetemnek, és természetesen lehetőség a sport szervezeteknek. Az, hogy ez az együttműködési megállapodás, ami 13 szervezettel kötendő, milyen tartalommal telik meg, az majd az egyetem, illetve hát a sportszervezetek tevékenységén, aktivitásán fog múlni, de én teljesen nyugodt vagyok afelől, hogy mindenki meg fogja találni ebben a tekintetben a számítását. Amit hozzá tudunk tenni, mi, mint önkormányzat, mondhatom, mi is azért aktív szereplői vagyunk a város sportéletének, sok szempontból, talán ebből az egyik legkiemelkedőbb a sport létesítmények működtetése, de közvetlenül is, hiszen önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Meghatározó a kecskeméti sport utánpótlás nevelésben. Emellett nem utolsó sorban nem kevés támogatást is nyújt az önkormányzat a sport működéséhez. Mindezek tekintetében én azt a partnerséget tudom javasolni, hogy egyrészt közvetett módon, másrészt akár gazdasági társaságunk által közvetett módon, de igyekszünk ebben a támogatási rendszerben, ebben az együttműködési rendszerben mi is, amennyiben szükséges segítséget nyújtani. János Istvánt, Kecskemét sportért felelős tanácsnokát hallották az elmúlt percekben, és hogy miért kötött együttműködési megállapodás 13 helyi sportszervezettel a Kecskeméti Neumann János Egyetem, arról a gondolatait Járdi Ádám, a Kecskeméti Neumann János Egyetem sportközpontjának a vezetője is elárulta. Alapvetően sok szó esett már arról, hogy mi itt az egyetemen hogyan és miként próbálunk gondolkozni a sportról, de kevesebb szó esett arról a stratégiáról, ami már itt ugye mai napon elhangzott. Ennek a stratégiának két pillére van, értelemszerűen látjuk azt a hihetetlen utánpótlás tömeget, amit az egyesületekben felhalmozódik, és látjuk azt a folyamatot, hogy nem tudnak Kecskeméten maradni. Ennek értelemszerűen most nem szeretnénk hiú ábrándokat, tehát nem lesz orvosi karunk, nem lesz jogi karunk, tehát mi azokkal a képzési portfóliókkal tudunk, úgy gondolom, hogy egy viszonylag versenyképes diplomát nyújtani a leendő hallgatóinak, amivel most már tényező tud lenni a Neumann János Egyetem a térségben. Olyan piramist képzelünk el, aminek mi, Neumann János Egyetem, a itt jelenlévő 13 sportegyesülettel, mi
a csúcsán képezzük. Ugye mindenki tudja azt, hogy ez a 18-21 éves korosztály, főleg hogyha arra tekintünk, hogy egyre jobban kitolódnak a sportolóknak az érési fázisai, azt látjuk, hogy ez a 18-21 éves korosztály egyrészt a sportelhagyás tekintetben is egy nagyon-nagyon nagy számot, és egy nagyon-nagyon szenzitív időszak. És ha megnézzük, hogy ez az időszak teljes mértékben egybeesik az egyetemi évekkel, akkor azt gondolom, hogy ha ezt a sportegyesületek támogató hozzáállásával mi egyetem hozzá tudjuk tenni azt a pluszt, amivel itt Kecskeméten tudjuk tartani a fiatalokat, akkor pont ebben az időszakban ki fog derülni az, hogy ki az ezek közül a sportolók közül, aki felnőtt korában is akár a térség, és akár a város, és akár az ország meghatározó sportolója lehet. Ezek a sportolók csak pluszt tudnak kapni versenyeztetés szempontjából. Látjuk azt, hogy egyéni sportolók tekintetében egy úszonyúszónak milyen hatalmas löketet tud például adni az, hogy a országos világkupa versenyek mellett egyetemi világversenyre is eljuthat. Látjuk azt, hogy mit jelenthet egy atlétának az, hogy egy egyetemi világbajnokságra eljuthat. Látjuk azt, hogy ezek a sportolók milyen hálásak azért, hogy ők olyan országokba eljutnak, ahol rendes esetben nem biztos, hogy eljuthatnának. De hogyha megnézzük ezeket a sportolókat, akkor ezek általában jelen pillanatban még egyéni sportolók. Nagyon-nagyon nehéz meghatározni csapatsportágok szintjén azt, hogy hol helyezkedik el Kecskemét a csapatsportágok rangsorában. Amit itt rektor is említett, ugye soha nem volt még arra példa, hogy négy sportágban is reális esélye van az egyetemnek a legjobb 8 egyetem közé kerülni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan rangsor, amivel nem biztos, hogy minden oktatás és egyéb tekintetben ott tud lenni a Neumann János Egyetem az ország legjobb 8 egyeteme között. Ezért is szeretnénk meghálálni, megköszönni, és egy hosszú távú tényezőként szereplői lenni az egyesületeknek. Vannak olyan sportágak, akik már most partnerként tekintenek, és látják azt, és jöttek a kérdések ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudnak esetlegesen olyan tehetséges sportolókat ide csábítani Kecskemétre, aki akár országosan, régiós szinten meghatározó. Maga az együttműködés egy nagyon-nagyon széles keretrendszert biztosít mindenki számára, de ahogy János István is elmondta, ennek csak akkor lesz hozadéka, hogyha mindenki ebben az együttműködési rendszerben partnerként tekint a másikra. Remélhetőleg lassan most már a kollégiummal se lesz probléma, és mindez a kollégium egy olyan központi helyre kerül, ami nem a város szélén van, hanem a sportlétesítmények közvetlen közelében. Egyetlen egy dolgot szerettünk volna elkerülni az egész stratégiai fejlesztés megalkotásánál, hogy ne tyúkszemekre lépjünk. Látjuk más városokban, hogy hogyan alakul egy nagy sportegyesület, egy nagy egyetemnek az élete. Mi a munkában hiszünk, az elvégzett munkában. És ezek nagyon sok munkát követelnek, ezek a lépések, hogy ezeket elérjük. De ettől függetlenül itt a mai napon régről rövünk, mindenkivel van egy pont, ahol csatlakoztunk, és van egy kifutása ennek a dolognak, ami bízom benne, hogy még hosszabb lesz, mint az elmúlt évek sikerei és az elmúlt évek elért eredményei. A stratégiának a másik lába az, hogy mint modellváltó intézményként, ugye a minisztérium által is van egy sport felé irányuló elkötelezettség, amiben megvannak azok a kritériumok, hogy milyen szempontok szerint gondolják a minisztériumban, hogy az egyetemnek fejlődnie kell. Mi a sportágokban azt szeretnénk látni, hogy minél több egyetemi versenyben el tudnak indulni a hallgatóink. Intézményfejlesztés, sportinfrastruktúra fejlesztés, minden olyan tényező számottevő, amiben lehet előrelépni. Néhány évvel ezelőtt, 2019-ben végeztünk egy felmérést, Pécsi Tudományegyetem és Neumann János Egyetem. Tudom, messze vagyunk egymástól, de hát kitől tanuljunk, hogyha nem a legjobbaktól. Ma Magyarországon Debrecen és Pécs a legnagyobb olyan egyetem, ami a sportfejlesztés területén hatalmas energiákat, forrásokat ölnek bele a sportba. És tudják, mi az érdekes? Az, hogy 0,5% a kettő egyetem közötti különbség abban a tekintetben, hogy a hallgatók hány százaléka sportol Pécsen és Kecskeméten. A hallgatói létszám az, ami megadja a nagyszámok törvény alapján, hogy minél több hallgató van egy egyetemen, annál több hallgatói sportsiker is fog ehhez társulni. Alapvetően úgy gondolom, hogy azok az alapillérek, amiket elmondtam a stratégiával kapcsolatban, az egy nagyon-nagyon hosszú távú fejlesztési cél.
A mai napon az együttműködés megalapodásokkal az a célunk, hogy elindítsunk valamit. Ezek azok az alapillérek, amire tudunk építkezni,